mission to build a zoo. Sziasztok, én az Udirektor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Köszöntöm az új feliratkozókat, örülök, hogy egyre többen vagyunk. Ha esetleg most először látsz tőlem videót, akkor kérlek nyomj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára, hogy értesülj minél hamarabb a frissen feltöltött videókról. Aki követ, azt tudja, hogy most az új Alkonyat, vagyis Twilight DSC állatainak készítek kifutót. Az előző videómban a Vörös Róka kapott egy nagyon szép erdei élőhelyet. Nagyon nagy sikere volt, nagyon örülök, hogy tetszett nektek. Sok kommentet és üzenetet kaptam, hogy tetszik nektek, amit csináltam. Az inkább egy ilyen erdei házszerű, nagyon sűrű kifutó volt. Ma a mosómedve kap egy hasonlót, de mégis egy picit nyitottabb, egy vizes területtel ellátott kifutót. Ezt is igyekeztem elég természetesre csinálni, és csak úgy, mint a Vörös Rókánál, igazából itt sem találtam semmi olyan inspirációs képet, ami igazán tetszett volna. Abban biztos voltam, hogy sima ketrecet, rácsot nem szeretnék, mint amit a legtöbb állatkertben láttam, gyakorlatilag kalitkában tartják ezeket az állatokat. Úgyhogy szerettem volna itt valami természetesebbet, viszont mivel ezek az állatok nagyon szeretnek mászni, és nagyon reméltem, hogy ezt a tulajdonságukat a Planet Zoo-ban és az animációban is behozzák majd, ezért ilyen mesterségesen készített mászókákat is csináltam nekik. Van közöttük egy nagyon jó kis házzal felszerelt kis mászóka, azt is le lehet tölteni külön majd a Steam Workshopból. A linkjét azt meg fogjátok találni majd a leírásban. Szóval szerettem volna egy ilyen természetes, de mégis sok mászási lehetőséget adó férőhelyet csinálni. Ami sikerült, és nagy szerencsémre egyébként, amellett, hogy szuper édesek ezek a mosomacik, tényleg nagyon sokat másznak, és rengeteget ugrálnak. Nem tökéletes még a mászás animáció, egy picit lebegnek néha, de csak úgy, hogy a többi állatnál itt is idővel majd ezt javítják. Ugye emlékszünk, hogy az amurleopárd kölyöknek például nyitva volt a szája nagyon sokáig az animációban, illetve ott is egy kicsit röpködött a mászóágakon, illetve a sziamangok is szintén nem nagyon használták a mászókájukat, és ezeket is javították, úgyhogy gyanítom, hogy ezt is fogják majd javítani. Azt látni fogjátok, hogy itt, mivel ugye nem kaptam meg, én előre nem volt hozzáférésem az új DLC-hez, ezért csak tippeltem, és a borzot használtam alapállatnak viszonyítási pontnak, hogy neki mekkora férőhajra van szüksége, illetve hova tud eljutni a kifutóban, úgyhogy azért láttok majd az építés közben borzokat. Természetesen, amint kijött az új DLC, ezeket is csak mint a rókánál, ugye lecseréltem a mosómedvékre, és meg kell, hogy mondjam, viszonylag jól satszoltam, először kicsit nagynak tűnt a kifutó, de azt hiszem, hogy egy hímet és három nőstényt lehet beletenni, de amint megszületett, azt hiszem, négy utód, már éppen megfelelő méretű férőhely volt. Amire nem számítottam viszont, és szerintem ez inkább csak valami hiba lehet, ez picit furcsa, hogy rengeteg fedett részt kívánnak ezek az állatok, és egyszerűen először csak egy kis házat kaptak, de hogy nem volt elég, és annyira alacsony volt, hogy attól féltem, hogyha valamelyikötök letölti ezt a kifutót, és franchise módban játszik, hogy egyszerűen nem fogja tudni használni, mert az állatok mindig elégedetlenek lesznek a fedett résszel, úgyhogy csináltam egy állatházat, és hát meg kell mondjam, hogy egy akkorát kaptak, mint a rókák, és még így is kicsinek, mondják, nagyjából 50%-os ez a fedett terület elégedettségük, ami azért nem túl sok. Én szerintem ez valami hiba kell, hogy legyen, ez lehetetlen, hogy ezeknek az állatoknak ekkora helyet kellene biztosítani, bármint fedett helyet, úgyhogy meglátjuk, ezt most így hagytam. Franchise módban továbbra is játszható ez a kifutó, nem lesz gond, itt is szaporodnak az állatok, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz probléma. Én azt gondolom, hogy később ezt fogják javítani. Szóval, arra gondoltam ennél a kifutónál, hogy ezek elég pici állatok,
és hogy nagyon kényelmetlen őket úgy nézni, hogy az ember lefelé néz. Úgyhogy gyakorlatilag az egész kifutót megemeltem egy ilyen 80 centi magasra, tehát körülbelül derék magasságból lehet látni az állatokat, és szerintem ez nagyon jó ötlet volt. Nagyon jól néz ki egyébként, és tényleg könnyedén láthatják a látogatók az állatokat ezáltal. Igyekeztem ezt is egy ilyen kicsit erdősre csinálni, illetve kaptak a mosolyvadvék is egy ilyen vadvirágos mezőt, illetve egy képen láttam az interneten, hogy egy ilyen alacsony ráccsal választották el a hátsó növényzetet, itt ahogy most látjátok, amit csinálok, tehát azokat megvédték egy kicsit a mosómacik károkozásától. Én is ezt csináltam, hogy oda még sűrűbb növényeket lehessen tenni. Körbe is szépen benövényeztem, gyakorlatilag szemből nézve olyan, mintha egy erdőrészletet látnánk, úgyhogy szerintem nagyon szép lett. Egy elég részletgazdag, nagyon valósághű belső állatházat csináltam nekik, úgyhogy azt érdemes arra külön figyelmet szentelnetek. Csináltam egy ilyen ketrecsort, amiben esetleg el lehet szaparálni az állatokat, úgyhogy nagyon sokat dolgoztam vele, úgyhogy szerintem szuper lett. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszik. Ne felejtsetek el feliratkozni, kommentelni, lájkolni, illetve a Facebook csoportról se feledkezzetek el, ez a Planet Zoo magyar közösség, oda is lehet jönni beszélgetni. És a végén, ugye ennek a videónak a végén is lesz kisfilm, úgyhogy azt mindenképpen nézzetek meg, addig maradjatok itt. Nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és nem sokára jövök a Skunk kifutójával, úgyhogy érdemes figyelni, hogy mikor fog felkerülni az a videó. Sziasztok!